Köszöntöm nézőinket, Önök Kapos Menti magazinunkat látják. Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Fontos témákat tartogatott a Vállalkozói Fórum Dombóváron. Tolna megye közbiztonságáért díjban részesült Bognár Szilveszter. Horgászok és vadászok töltöttek együtt egy napot a Tüsketónál. Zeneszó mellett vonult a szüreti menet Kocsolán. A Dombóvári Vállalkozók Egyesület fórumra hívta az érdeklődőket. A témák között szerepelt a képviselőtestület által nemrégiben elfogadott fenntartható városfejlesztési stratégia, valamint a KATA adózási forma változásai is. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő a kormány támogatásáról biztosította a vállalkozókat. A Dombóvári Vállalkozói Fórumon Naszvadi Endre, a helyi vállalkozók egyesületének elnöke köszöntötte a megjelenteket, akik többek között a KATA adózási formát érintő jogszabályi változásokról is felvilágosítást kaptak. Az idei évben nem kell keresnünk a témákat, mert maguktól adódnak szinte. A mai összejövetelünknek három témája is lett volna. Azért mondom, hogy volna, mert az egyikhez nem igazán találtunk előadót. Szerettünk volna az energiaár változásokkal kapcsolatban kicsit tisztább képet kapni, ugye akár a gázról, akár a villanyáramról beszélünk. Hát ide nagyon sok irányba indultunk el, hogy előadót találjunk, de jelen helyzetben még senki nem vállalta, tehát senki sem érezte, hogy olyan felkészültséggel, meg információs háttérrel bír, hogy ki álljon itt 50-60 vállalkozó elé, úgyhogy úgy látszik, hogy ezzel még várnunk kell, és akkor ez majd a következő alkalommal fog visszakerülni a palettára. A KATA változása kapcsán még mindig sok kérdőjel van a vállalkozókban. Először is ezt szeretnénk tisztázni, és a kérdéseket megválaszolni, és hát azt innen is köszönöm a Tolna megyei kormányhivatalnak, hogy őket bármikor hívjuk, ők mindig rendelkezésre állnak. Több alkalom volt már, amikor az ő tudásukra volt szükség, és most is tőlük várjuk a tájékoztatót. A fórum alkalmával az idén július végén a Dombóvári Képviselőtestület által elfogadott fenntartható városfejlesztési stratégiáról is hallhattak a megjelentek Pintér Szilárd polgármestertől. Ez az első olyan alkalom, amikor nyilvánosság előtt potentált vállalkozók és intézményvezetők is hírt hallhatnak róla, akik eddig még nem találkoztak vele, és onnan nagyon sokkal fontosabb, hogy szemtőszemben indult egy párbeszéd, hiszen nagyon fontos. Erről a programról azt illik tudni, mindenféleképpen nincsenek kőbevésbe dolgok. Ez nem is statikus program, ezt az élet mindig átírhatja, és ezt a képviselőtestületnek le kell követnie. Mint ahogy eddig is hirdettük, köznevelés, közoktatás nagyon fontos számunkra, hiszen a településnek akkor van jövője, hogyha a fiatalokat már nagyon kiskorúban elrontjuk, hiszen az identitás tudatokat kell erősíteni, és ragaszkodjanak Dombaváros és a térséghez. Ezen túlmenően néhány energetikai beruházás is felkerült a projekt füzére. Nyilván évek óta megoldatlan csapadékvizes dolgok is, sőt azt is mondhatnám, hogy a 6,5 milliárd forintból, amely rendelkezésünkre előreláthatóak, ebben másfél milliárd forintot szeretnénk csapadékvíz elvezető rendszerek felújítására, építésére fordítani. Út tekintetében is azt hiszem, hogy nagyon nagy restenciáink vannak az elmúlt 20 évben. Erre nagyjából 1 milliárd forintot tudunk majd költeni. Előzetesen egy 700 millió forintos forrást tudtunk oda biztosítani, de miután mondtam, itt nincs kőbevésve semmi, úgy tűnik, hogy ez egy másik forrás allokáció által ezt az összeget meg tudjuk emelni 1 milliárd forintra. Nyilván amiről beszélek, ezek tervek, hiszen a megyei önkormányzathoz hétfőn küldtük el fenntartható városfejlesztési stratégiánkat bírálatra, és amennyiben enyhe változtatások, vagy néhány apró részletben eltérő véleményen vagyunk. Ezt mindenféleképpen ezteket a javításokat el fogjuk követni, hiszen október 5-ig pénzügyminisztériumban kell, hogy legyen ez az anyag, hiszen a végleges döntést az ott fog megszületni. A Vállalkozói Fórum alkalmával Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a kormánya a továbbiakban is fontosnak tartja a magyar vállalkozások erősítését. Az energiaárak elszabadulása nehéz feladatok elé állítja a családokat és a vállalkozásokat egyaránt. Látjuk azt, hogy a február 24-én kitört orosz-ukrán háborúnak milyen következményei, gazdasági, politikai következményei vannak Európában, így Magyarországon is. Gyakorlatilag az a békés fejlődés, ami jellemezte
a közép-európai térséget és benne egyfajta motorként Magyarországot is, az bizony jelentős nehézségek elé van állítva. Tavaly még arról tudtunk beszélni, hogy a GDP 7,1%-kal bővült. Most azt tudjuk mondani, hogy az a célunk, hogy az eredményeinket meg tudjuk őrizni, és a következő időszakban az uniós gazdasági fejlődést mi mindenképpen tudjuk előzni a következő évben és a következő években is. Tehát azt a motorszerepet, amit Közép-Európa, benne Magyarország is ellátott, azt szeretnénk továbbvinni. Nyilván látjuk azt, hogy az energiaáraknak az elszabadulása és az infláció kezelése az nagyon-nagyon nehéz feladat elé állítja a kormányt, nyilván az önkormányzatokat is, illetve minden itt élő embert, akik családokat, akiket mindenféleképpen érint ez. Mi azt tudjuk erre mondani, hogy a rezsicsökkentésnek a vívmányait, amennyire lehetséges, próbáljuk megtartani, és emellett pedig a vállalkozóknak olyan segítséget, magyar kis- és középvállalkozásoknak olyan segítséget próbálunk nyújtani, ami a nehéz helyzetet valamennyire mérsékli. A Dombóvári Vállalkozók Egyesületének fórumán sok új információval gazdagodtak az érdeklődők, többek között a város jövőjét illetően. 323 éve annak, hogy első Lipót császár szeptember 1-én pecsét használati jogot adományozott Tolnavár megyének. E jeles esemény alkalmából minden évben az ősz első napján ünnepi megemlékezést tart a Tolna megyei közgyűlés. Ilyenkor kerül sor a kitüntető díjak átadására azok számára, akik szűkebb hazánk gyarapításában jeleskedtek. A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetője a Tolna megye közbiztonságáért díjat vehette át. A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetője, aki a Tolna megye közbiztonságáért díjat vehette át legutóbb, teljesen véletlenül botlott bele egy toborzásba, ami a rendőri pálya felé irányította akkor. Az elismerést a megyenapon Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője és Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke adta át Bognár Szilveszternek, aki rendőrként és később a Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjeként végzett, kiemelkedő tevékenységért részesülhetett az elismerésben. Vidéken értem Koppányszánton egy kis faluba, és szóltak a barátok, hogy Budapestről jönnek le toborzó tisztek, a rendőri szakmát népszerűsíteni, és hát rendőrjelölteket keresnek, és megbeszéltük barátainkkal, faluban lakó fiatalok, hogy elmegyünk, meghallgatjuk ezt a lehetőséget. Sőt, érdekessége a dolognak, hogy a családban sem volt, a közel rokonságban sem volt rendészeti pályán, vagy akár katonai pályán senki. Egy teljesen önálló gondolat volt ez a dolog. Nyilván először az volt a cél, hogy felvegyenek, és kipróbálni szerettem volna magam, és hát rábíztam a sorsra, úgy tetszik a rendőri tevékenységemet. Családi körülmények miatt fiatalon, 15 évesen már munkát kellett vállalnom, a tanulmányomat abba kellett hagyni, és 8 általános iskolával kerültem fel Budapesten rendőrnek, akkor még felvettek, és ahogy a rendőri iskola egyéves rendőrtiszthelyettes képző véget ért, azonnal beiratkoztam egy középiskolába, hogy érettségit szerezek, és már akkor elhatároztam, hogy ha lehetőség lesz rá, akkor tanulni fogok, és ez a lehetőség itt a rendőrségen belül az életem során mindvégig megvolt, és azért nagyon hálás is vagyok. Bennem ez talán többszörösen is megvolt mindig, hogy szerettem volna jól csinálni, szerettem volna mindazt a képességet, amit úgymond bennem van, kihasználni és a hivatásomra fordítani. De az, hogy egyszer rendőrkapitány leszek, vagy egyáltalán rendőri vezető, ezt nem gondoltam és nem is készültem rá tudatosan. Fontos volt az életemben, hogy tanuljak, és ahogy mondtam, erre lehetőséget kaptam. Érdekes, amikor rendőrtiszti főiskolát elvégeztem, és talán dicsekedhetek vele, hogy jó eredménnyel, majdnem színötösre, és majd később a jogi egyetemet is cum laude eredménnyel végeztem. Ahogy mondták, szokták mondani, ha valamit csinálsz, akkor azt már érdemes jól csinálni. Tehát visszatérve, amikor a rendőrtiszti főiskolát elvégeztem, akkor mondták kollégáim, barátom, hogy még rendőrkapitány is lehet, és az ember ezen jót mosolygott, hogy tulajdonképpen igen, de nem erre készültél, de örülök, hogy ide értem, és örülök, hogy ennyi emberrel dolgozhatom együtt. 1984-ben szerettem fel rendőrnek,
gyakorlatilag éppen betöltöttem a 18. életévemet, és közel itt a 40 évhez a rendőri pályafutásom. Számtalan kitüntetésben, soron kívül előléptetésben részesültem. Nagyon büszke vagyok, ha az elejéről kezdve, amikor őrmester lettem, az egy fontos lépés volt az életemben. Aztán, amikor baleseti helyszín előnek megválasztottak Dombóváron, akkor indult a közlekedés rendészeti szolgálati ág, előtte nem volt, ugye Tamási kapitányság járt át, és a szakmai munkám elismeréseként az elsők között voltam, aki a közlekedési szakterületbe bekerült, és akkor nem sokkal rá zászlósi rendfokozatot kaptam. Ugye a rendőr életében rendfokozatok fontosak. És van az életemnek egy érdekes története, amikor ugye nagyszülők neveltek nagypapám, nagymamám, és amikor rendőr lettem, a nagypapám mondta, hogy édes kisfiam, ha jól csinálod a dolgot, a 40 éves korodban még őrnagy is lehetsz. És tulajdonképpen 40 éves volt, amikor őrnagyi rendfokozatba léptem. Dombóvár rendőrkapitányságon Varga Péter tábornok úr most már javaslatára, akkor lettem bűnügyi osztályvezető, és nagyon hálásan gondolok vissza ezekre az évekre, emlékekre, és hát nyilván a nagyszüleimre is. Hihetetlen büszke vagyok erre az elismerésre. A nagyon nagy érdeme az én szememben ennek az elismerésnek, hogy ez egy civil, nem a szervezeten belüli elismerés, hanem ez egy civil elismerés. Nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy mindazok, akiknek az életében részt veszek, a rendőri szakmám, a kollégáimmal segítjük, fenntartjuk Dombóvárt, vagy előtte Tamási két közbiztonságot, igyekszünk megoldani az ügyeket, fölfigyelnek azokra az emberekre, akik a társadalomnak a békét, a boldogulását segítik. Nagyon jól esett ez a díj, nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki a pályafutásom során az én kis szakmai munkámat segítette, vagy az általam irányított egységnek a munkáját segítette. Hálás vagyok a családomnak, kollégáimnak, akikkel együtt dolgozhattam, és mindazon vezetőimnek, előjáróimnak, akik lehetőséget biztosítottak, hogy éljek azzal a szakmai tudással, amit megtanultam és megtapasztaltam. Örömmel például azok a saját életemmel, a saját pályafutásommal. Igen, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy, ahogy mondani szokták, a marcsabot mindenkinek ott van a kezében, zsebében. Kell vele tudni élni, nagyon sok, hogy mondjam, munkát igényel, nagyon sok lemondással jár, hogy az ember ennyi mindent elérjen és megtapasztaljon, akárcsak a tanulmányokat folytatva. Sokszor hívtak a kollégák, hogy foci lesz este, hogy menjünk el, ígyunk egy sört, és mondtam, hogy nekem tanulnom kell, mert vizsgák lesznek nyilván. Ez mind-mind benn van, de én azt gondolom, hogy ezek az elismerések, a szakmai elismerések, a civil elismerések kárpótolják mindazt a lemondást, amit az ember ebbe beletett. És azt tudom mondani, hogy mindenkinek tudom ajánlani a rendőri szakmát. Nyilván tudom, hogy kellenek orvosok, pedagógusok, szakmunkások, mérnökök, de aki úgy érzi, hogy segíteni szeretne a társadalom jobbátételére, aki segíteni szeretne az embereken, vagy elkötelezettséget érez arra, hogy a rendet fönntartsa, és tegyen azért, hogy rendben, békességben éljünk, annak tudom ajánlani ezt a rendőri szakmát, azzal, hogy tényleg bármi elérhető, megfelelő szorgalommal és igyekezettel. Dombóvár adott otthont annak a gasztronómiai fesztiválnak, amely a horgász és vadász társadalmat szólította meg. A szervezők törekedtek rá, hogy a nap folyamán mindenki találjon kedvére való elfoglaltságot, így a főzési lehetőség mellett egy több állomásos pálya is várta a vállalkozó szellemű négy fős csapatokat, ahol a tudásra és ügyességre egyaránt szükség volt. A dombóvári tüskettóhoz települtek ki a járás vadásztársaságai és horgász egyesületei, akik örömmel fogadták el a meghívást a másodízben megrendezett gasztronómiai fesztiválra. 2021-ben döntöttünk úgy a térség 11 egyesülete, hogy tartunk egy nyári családi napot. Ennek szinte minden egyesületben volt hagyománya, de azt gondoltuk, hogy csináljuk együtt, és tavaly Csikos Tötös volt házigazdája ennek. Én, mint a horgász egyesület helyi elnöke, stafétaboltot továbbadtam a dombóvári tüskei horgász egyesületnek és a dombóvári vadásztársaságnak, hiszen ma kettők összefogásából lehetünk itt. Azt gondolom, hogy magyarok vagyunk, és akkor érzek jól magunkat, hogyha sütünk, főzünk, de kell, hogy legyen virtus is az életünkben. Ezért szorgalmas horgászaink 6 órakor már nekiálltak becázni, főzők megérkeztek 8 órakor, és a megnyitott követően fél 10-kor elindult a sorverseny is.
három versenynek az eredmény alapján derül ki, hogy a tavaly alapított vándorserleget az idén ki fogja továbbvinni. Fontosnak tartom, hogy minél többen legyünk, minél jobban érezzük magunkat. Azt gondolom, hogy minden adott hozzá, hiszen olyan környezetbe érkeztünk ma is, hogy tényleg aki szereti a természetet és horgászok, vadászok, mi szeretjük, el tudunk tölteni egy kellemes napot. Az érdeklődőkre a főzés és a vadáti beszélgetés mellett egy több állomásos pálya várt, ahol az összeállított feladatok között voltak tudást és ügyességet igénylők is. Nagyon kellett figyelni arra, hogy a kétféle társaság, tehát a horgászok és a vadászok megfelelő súllyal kapják a állomásokat, és ez alapján a pontokat is, hogy ne legyünk részlehajróak, hogy csak a vadászoknak, vagy csak a horgászoknak kedvezünk. Ezen kívül az állomásoknál próbáltunk egy kis színességet is belevinni, ezért különböző nem horgászat és vadászathoz kapcsolódó állomásokat is telepítettünk az akadálypályára. Van célba lövészet, vadászoknak kedvezve, aztán van célba dobászat, a horgászoknak kedvezve, vannak kutyás kérdések, egy kutyás kvíz, ami senkinek nem kedvez, csak aki ismeri és szereti az állatokat. Aztán van egy Magyarországgal kapcsolatos kvíz és puzzle játék, amiben szintén belevittünk egy kis svéd csavart. Nem hagyományos puzzle darabokból kell kirakni Magyarországot, hanem a megyékből kell kirakni. Nem egyszerű, ezt elárulom, amikor én ezt végigjártam, akkor azért oda kellett rá figyelni, valamint különböző kérdésekre kell válaszolni Magyarországgal kapcsolatosan, például fel kell sorolni Magyarország megyeit, megyejogú városait, stb. Stb. És ezeket pontozzuk. Aztán van egy olyan feladat, ahol vegyesen a két társaság együtt vesz részt kis csapatmunkába, ez trófeabírálat, illetve halfelismerés, valamint a halakból ki kell válogatni, ezt se tudják a csapatok, ki kell válogatni a védett halakat, hiszen hát nem arról szól a horgászat sem, hogy mindent kifogunk és hazaviszünk, hanem különböző tudás kell ezeknek a sportoknak a végzéséhez. Valamint egy mindenki számára normális feladat, távolságbecslés, hány méterre van az a pont, amit kihelyeztünk. 2 kilométeres pálya várt a 4 fős csapatokra, amit időre kellett teljesíteniük. A társaságok többi tagja pedig azon szaggaskodott, hogy elkészüljön az ebéd. Nagyon örülünk neki, hogy elindult egy ilyen rendezvénysorozat. Ugye először tavaly voltunk Csikóstöltősön, és nagyon-nagyon tetszett nekünk ez az egy kicsi összejövetel. Így a horgászok is, a vadászok is egy közös napot tudunk tölteni, és akkor ez a hagyomány tovább megy, és nagyon jó egyrészt, hogy így összejövünk, barátkozunk, beszélgetünk, megkóstoljuk egymás főztjeit, mi is sok mindenre, mindennel készülünk, itten a hátam mögött sütünk nyárson egy bárányt, sütünk egy malacot, azon kívül, ugye mivel én onnan Horvátországból származom, ottan van egy magyar falu, Kopács nevezetű, ők tőlük tanultuk ezt a csiptetett pontyot, és ez is nagyon sok sikert szokott hozni nekünk. Csiptetett ponty, ez azt jelenti, hogy ugye hát pontyból készül, és nem a hasán vágjuk föl, hanem a hátán, és akkor így megnyissuk, és akkor ilyen mind a csiptetőbe tennénk, tehát így a csiptetőbe rakjuk bele, és azt hát mi vegetával szoktuk fűszerezni, és akkor itt lassú tűzön azt úgy megsütjük így egészbe a pontyot. Hát nagyon szép az a látvány, meg finom is. Itt összejön minden. A szakmai beszélgetés, a baráti beszélgetés. Mi is úgy készültünk, itt akkor megkóstoljuk egymás főztjeit. A vadásztársadalmat a hölgyek is képviselték, akik létszáma országos szinten már meghaladja a 3000-et. Én egy olyan személyiség is vagyok, aki nagyon szeret barátkozni, és ez már köztudott rólam, úgyhogy nagyon sok fiatal lányt indítottam el ezen az úton, akik azt mondták, hogy inspiráltam őket, és hogy ezért lettek vadászok, és hogy az életük is megváltozott a természet közelségétől. Megírtam a könyvemet, és az olyan nagyon nagy szerepet játszik ebben, mert ugye annyi fórumon előkerült, és megismerték az emberek a vadászatnak a szépségeit, hogy ugye nem minden itt a lövés pillanatáról szól, hanem
sokkal inkább a természet szeretetéről, a vadállomány gondozásáról és a hozzáfűződő élmények sokaságáról. Két gyerkőcöt nevelek, a két fiamon szeretném bemutatni, hogy hihetetlen az a harmónia és szimbiózis, amiben ők bekerültek, azáltal, hogy hordjuk ki lajtos kocsiba a vizet, főleg ebben az aszályos időszakban, ugye meg az almát, a lédus gyümölcsöket, tehát nem az lett fontos számukra, hogy a monitor előtt, a számítógép előtt üljenek, hanem sokkal inkább egy szebb és egy tartalmasabb élet. A társaságok által készített finom ételek felett jó hangulatú szakmai és baráti beszélgetések zajlottak a második gasztronómiai fesztiválon. Kocsolán nem mindennapi módját választották az elmúlt időszakban elkészült projektek átadására. A településen a születi felvonulás alkalmával vágták át a nemzeti színű szalagot több helyszínen. A születi felvonulás pedig kellemes pillanatokat okozott mindazoknak, akik meglesték őket, a településen több helyütt is megálltak mulatozni. Nótaszótól volt hangos Kocsola, a születi menet a lovasokkal az élen bejárta a település utcáinak nagy részét. Sajnos 2019-ben volt utoljára a születi felvonulásunk, azóta nem sikerült megrendeznünk hát a pandémia helyzet miatt is, de most nagyon készültünk erre az eseményre, úgyhogy elég sok fiatal sikerült itt beszervezni erre a felvonulásra. Én úgy érzem, hogy örültek is a felkérésnek, és szívesen jöttek. A kisbíró is egy nagyon kis fiatal srác, és szerintem nagyon jól végzi a dolgát. Vessük csak a szemünk Keszte Csabi portájára. Jó asztalos mesterünk a faluban, borával mindenkit megkínálunk ma, mitől jó szívvel felajánlott, legyen ezért nagyon-nagyon áldott. Sajnos kirült a posta épülete, az embereknek nagy volt a rémülete. Szegény Viki másutól jár már dolgozni, kemping helyett neki állt ő buszozni. Csekkünk, és a levelünk azért nem marad árván, feladhatjuk a Gyöncentrum bővült házatáján. A kisbíró a kor szelleméhez méltóan gyalog tette meg a menettel a születi felvonulást. Annak idején jellegzetes egyenruhát viselt, most sem volt ez másként, kezébe sokszor pálcát hordott, hogy hangot tudjon adni mondandójának. Kocsolán ötletes, a házra jellemző szövegeket olvasott fel a kisbíró minden megálló alkalmával. Körülbelül 25 fiatal párt sikerült így megfűznünk erre az alkalomra, és ugye velünk vannak az óvodásaink, iskolás gyerekek is vannak, úgyhogy elég szép nagy számban vagyunk itt a felvonuláson. A bíró-bíróné szerepe megvan, mindig az utolsó házasolandó pár látja el ezt a feladatot, ez idén is így működött, úgyhogy nagyon örültünk, hogy elfogadták a felkérésünket. A bírói szerep az egy új státusz, mert eddig egy másik bíró végezte ezt a feladatot, de ez a kisbíró is úgy gondolom, hogy nagyon jól végzi a feladatát. A településen számos díszkapu árulkodott arról, hogy milyen sokan öltötték magukra a népviseletet, hiszen az utcákon a kötélre fűzött szőttesek a menet tagjainak portáinál kerültek elhelyezésre. Általában azoknál a házaknál van a díszkapu, ahol felöltöznek a fiatalok, és akkor feldíszítik különböző ilyen szép régi terítőkkel a díszkapukat, és az a szokás, hogy megállunk minden egyes díszkapunál, a kisbíró elmondja az adott házra jellemzőket, és utána egy tánccal zárjuk. Ez a felvonulásunk nem egy rendhagyó felvonulás, mert nagyon örülünk neki, hogy a Magyar Falu programnak köszönhetően sikerült egy útszakaszt is átadnunk, és az óvoda játszóterét is, és a BM pályázatnak köszönhetően még egy útszakaszt sikerült átadnunk. És akkor itt egy nagyon kis jó program alakul ki, mert folytatjuk a vendégházban kulturális programokkal. A megállók helyszínén egy kis frissítést követően zeneszóra ropták a táncot a helyiek. A régmúltban a zenészeket követve vonultak a falubeliek a születi bál helyszínére. Az ünnepi díszbe öltözött születi menet vendége volt a Tolna megyei közgyűlés alelnöke is, aki fontosnak tartja a hagyományok ápolását. Kocsolán a születi felvonulásnak nagy hagyománya volt régen, most elmaradt néhány évig, és nagyon örülök, hogy az idén újraindult ez a hagyomány. A közösségek összetartása az egy nagyon fontos feladat. Mindig azt mondjuk, hogy hiába fejlesztenénk infrastruktúrát, most is utakat adunk át, játszóteret adunk át, hogyha nincsenek élő és erős közösségek, akkor kiürülnek, illetve tartalmatlanná válnak ezek a beruházások, fejlesztések. A legfontosabb fejlesztés mindig a közösségfejlesztés, és ez egy jó példa arra itt Kocsolán, hogy ez megtörténik, ez az alap. A helyiek örömmel kísérték a születi menetet, hogy ők maguk is részesei legyenek a hagyományápoló felvonulásnak Kocsolán.
Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!